mit tehetünk saját egészségünk fenntartása érdekében? Hogyan vállaljunk felelősséget minden falat ételért, ami a torgunkból lecsúszik, mikor azt sem tudjuk, mit eszünk? Vagy együnk mást, éljünk másképpen? Kérdések és válaszok Viva Natura. Már is kezdünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök az Egészségbefektető Klub legújabb adását látják, vagy Viva Natura, Vivát Natura. Kedves vendégem mai nap Kálmán József úr, üdvözöllek. Szervusz. Kálmán József úr, fitoterapeuta, természetgyógyász és a Claritas Alapítvány elnöke, alapítója. Tulajdonképpen, és azt garantálom kedves nézőknek, hogy oda fognak tapadni most a képernyőhöz, mert olyan érdekes dolgokról fogunk beszélni, amit magam is megdöbbentem, hogy ez engem is ennyire érdekel. Élő vércsepp analízis lesz a mai témánk, illetve ennek kapcsán még nagyon sok más is, hogy milyen módon tudjuk alternatív úton megtudni azt az egészségügyi probléma hátterét, amivel tulajdonképpen küzdünk, de sok esetben hagyományos módszerekkel nem tudják bemutatni. De először mutassuk be ezt a Claritas alapítványt. Miért alapítvány? Mikor keletkezett? Mi a célod vele? Még csapjunk a közepébe egyáltalán, hogy mi ez az egész. Mi egy Kecskemét környéki alapítvány vagyunk, egy egészségvédelmi alapítvány. Kecskeméti egészségügyesekkel hoztuk létre. A prevenció érdekében hoztuk létre ezt az egész alapítványt. Szerettük volna a magyarországi cukorbetegeknek fölhívni a figyelmét a prevenció lehetőségére és a fontosságára. Az ország nagyobb városaiba szervezünk szűrőnapokat, és ott preventív szűrővizsgálatokat, nem csak cukorvizsgálatokat, hanem vércseppanalízist és különböző állapotfelméréseket. Tehát, ha én esetleg egy látens cukorbeteg vagyok, vagy nem is tudok róla, akkor ehhez vércseppanalízis kell, vagy egyszerű vércukorméréssel segítetek, vagy hogy működik? Magának a cukorbetegségnek a konkrétizálásához, ahhoz vércukormérés szükséges. Az élő vércsepp analízisbe pedig csak azt látjuk a vérbe, hogy a cukorbetegség jelen van a szervezetben, de azt nem tudjuk megmondani, hogy milyen fokú a cukorbetegség. Tehát konkrét cukorfokot csak vércukorszintmérő. Tehát egy vércsepp analízisbe lehet látni a cukorhajlamot esetleg? Igen. Tehát milyen módon? Van egy speciális dolog, megjelenik? A vörös vértestek elrendezéséből látszódik az, hogy valaki hajlamos a cukorbetegségre. A puding próbálja az étkezést, tehát mielőtt Kálmán József úr idejött, én azért konzultáltam evidenciákon alapuló orvosokkal, és azt mondták, na, hogy mondok én neked egy pár ilyen, bocsánat, ilyen zűrös kérdést, ugye alapvetően ők egyetlen egy fiolából tudnak minden specifikumra különféle méréseket végezni, és kvázi nekik elképzelhetetlen például az, hogy egy oxigén mennyiség hordozására vonatkozó információt egy se férből lehessen megállapítani. Most szeretném, hogyha elmondanánk azt a kedves nézőnek és a hitetlenkedő orvosoknak is, hogy mennyiben különbözik a mennyiségi és a minőségi vérvizsgálat, ugye, mert ott egy nagy mennyiségű kvantitatív úton különféle adalékanyokkal hozzátett vérvizsgálatokat végzünk, ugyanakkor itt egy csepp vért kilapítunk a tárgylemezen, és egy tapasztalt természetgyógyász ebből tud információkat levonni, és nézzük már meg azt is, hogy a te mikroszkópod mennyiben különbözik attól, amit esetleg ők használnak, milyen más eljárás és technológia van, ami mégis hitelessé tudja tenni ezt a módszert. A hagyományos laborvizsgálatok, azok egy számszaki vizsgálatra alapszanak, még a sötétlátóteres mikroszkópos vérvizsgálat, az pedig a vérnek a minőségi vizsgálata. A hagyományos laborvizsgálatoknál különböző biológiai anyagokkal vegyítik a vért, tehát nem a tiszta élő vért vizsgálják, hanem különböző kicsapatási meg egyéb eljárásokkal kémiai beavatkozást kap a vérminta. Az élő vércsepp analízis az pedig egy teljesen úgymond szűz vérmintát veszünk, mint ahogy a te ujjadban is vettünk, újbe egy megszúrásával veszünk egy csepp élő vért, azt tárgylemezre helyezzük, és egy fedőlemezre hermetikusan lezárjuk. Ez a vérminta úgy kerül egy sötétlátóteres mikroszkóp
asztalára, és már itt a kérdésedre válaszolva, ez a mikroszkóp abban különbözik a többi hagyományos mikroszkóptól, hogy ez egy sötét látóteres kondenzorral van felszerelve. Itt nem egy átmenő fénnyel van megvilágítva a tárgylemez, hanem ezzel a sötét látóteres kondenzornak a segítségével oldal megvilágítást kap. Sokkal részletesebb. Teljesen más fényhatás, más megvilágításba kerül. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor a pinceablakon besüt a napsugár, és a napsugárban minden porszemcse meglátszik, ami itt a fény útjába kerül, itt is a tárgyasztalon, az a vérplazmába található minden anyag képi megjelenése. Minden, ami a fényben láthatatlan, így van. Amikor lecsukom a villanyt, és csak egy speciális fényspektrumot küldök, akkor lehet látni, hogy ott milliárdnyi... A vérplazmában minden láthatóvá válik. Láthatóvá válik a vörös vértestek száma, mérete, alakja. Összetapadása, igaz? Összetapadása is, természetesen. Ezt mi rolnizódásnak hívjuk. A vérplazmában található különböző kikristályosodott anyagok, a húgysavkristály, a koleszterinkristály, a vérzsír, kilomikronoknak nevezzük, gombatelepeket láthatunk a vérbe. És ezt egyébként a evidenciákon alapuló orvos nem vizsgálja ilyen módon? A mai orvostudomány ezzel a módszerrel nem vizsgálja a vért. Ezt alternatív gyógymód kategóriában. Tehát fogja, és ha van nekem valami kis bacin vagy vírusom, akkor ő fogja és kitenyészti, és akkor így... Igen, tehát az általános elsődleges nagy labor, ha úgy nevezzük, ezeket a különböző bakteriális kitenyésztéseket nem tartalmazza, azt külön kell kérni mindenkinek. És egyszerűen nem is támogatja a tévé nagyon sok esetben. Természetesen, ezek költséges eljárások. Volt egy fél mondatod, amin odafigyeltem, hogy általában nem úgy van, hogy az emberek először nálad megjelennek, hanem elmennek, elmennek a klinikára, és utána úristen, akkor most mi bajom van? Mi a forrása? Tehát oki úton csak a minőségi vérelemzésre lehet látni, hogy mi a probléma. Ugye konkrétan nekem minden laborleletem mindig tökéletes, és ugyanakkor itt föltárom egészségügyi titkaimat. Én pont egy ilyen reggeli futásból érkeztem, ahol nagyon jól lehetett látni a véremben, hogy sokkal sűrűbb lett, tehát vízhiányos voltam, és a lemezkék összetapadtak. És ezt követően a javaslatodra a baloldali képbe lehet látni a futás következtében összetapadt. Hogy hívtad ezeket? Rolnizódásra. Rolnizódásra. Tehát rolniba gyűjtöttem a vörös vérsejtjeimet, majd ezt követően, hát nincs mit, be kell vallanom, hogy a saját zöld porunkból ezt képes csinálni 10 perc alatt a vérünkben, hogy szét tudnak válni a vörös vérsejtek. Miért fontos ez, hogy ne rolniba legyenek a... Az összerolnizódott vörös vértesteknek az az óriási hátránya, hogy a vörös vértestek egészséges állapotban negatív feletti töltöttséggel rendelkeznek és taszítják egymást. Tehát ez egy antioxidáns státusznak hívjuk más szóval. Igen, így van. És ezek az összerolnizódott vörös vértestek a hasznos felületüknek a 90-95%-át elveszítik, azáltal, hogy össze vannak tapadva. Nem tudnak annyi friss oxigént, tápanyagot, ásványi anyagot sejtek számára leadni, és visszafelé se tudják fölvenni az elhasznált méreganyagokat, elhasznált oxigént, különböző toxinanyagokat. Olvasói kérdés volt, de nekem is többször már felvetődött bennem, hogy amikor bármit méregtelenítünk a testünkben, mondjuk a emésztőrendszert egy tisztító kúrával, akkor kvázi nem csak az emésztőrendszerem tisztul, mivel az emésztőrendszerből szívódik föl a nyirokfolyadék az ideje a vér, tehát ez minden sejthez eljut, és onnan is abszorverként visszaveszi, ugye, mert ha a vérben megfelelő tisztaság van, akkor logikus, hogy a alacsonyabb potenciálú, de a mérgekkel ellátott helyekről a méreganyagokat fölveszi és szállítja a vérbe, tehát igen. Egy béltisztítás az egész testet tisztítom. Természetesen igen, és azokon a szerveken keresztül történik meg a tisztítás, tehát a májon, az epehólyagon. Tehát ha májat tisztítom, ugyanúgy az egész testet tisztítom, igen. Ha beleket tisztítom, ugyanúgy az egész testet tisztítom. Természetesen így van. Ezt azért nagyon jó tisztítani, mert sokszor jött már ilyen támadás, hogy mit nem ér, ha csak egy dolgot tisztítok, de hát mivel mi egy komplex, hierarchikus rendszer vagyunk, ezért mindent tisztítunk. A nyugati orvoslás azt mondja, hogy a vérben nem található gomba. Én nagyon szívesen megmutatom mindenkinek a gombát a vérplazmába. Nekem is mutattál egy szépen. Természetesen vannak emberek, akik már látták a saját gombagyűjteményüket. A véráramba akkor kerül föl a gomba. A gombák azok a bélflóránk természetes lakói. Ha a bélflóránk sérül,
lekopik. Egy antibiotikum kúra hatására, vagy különböző hatások bekövetkezteként lekopik a bélbolyhok lekopnak. A bélfal a nyálka hátjája áteresztővé válik, és ott kerül föl a gomba fertőzés a véráramba. Úgy hívják, hogy szivárgó bélrendszer. Így van, szó szerint. És még egy érdekes gondolatot megosztottál velem, és azt szeretném, hogy nézők is hallanak, hogy a kor előre haladtával, de már fiatal gyerekkorokban is az oltások miatt rengeteg nehézfém kerül a szervezetbe, ami egyébként gyilkosa a szervezetnek, azért jelentsük ki. És ugyanakkor, és nem akarom lelőni a te poénodat, de ez egy zseniális összefüggés, hogy az immunrendszer, aki ezeket a gombákat, vagy mindenféle betalakodókat tökéletesen írtaná, mindaddig, amíg nehézfém van a szervezetben, addig ő nem írtja ezeket a betalakodókat. Miért sem? Ez azért van, tehát a mérések bizonyítják minden embernél, akibe gombát találunk, ne csak a gombát keressük, hanem keressük a nehéz fémeket, de nem kell keresni a nehéz fémeket, a nehéz fémek nagyon jól látszódnak a vérmintákba, általában kadmium, alumínium, higany, ólom mérgezésekről beszélhetünk. Az immunrendszer tartja bent ezeket a nehéz fém terheléseket azért, hogy a gombák csak akkor lehet kiűzni a szervezetünkből, hogyha már nincs nehéz fém a szervezetünkben. Mert addig a gombát nem tudom kitakarítani, mert az ő működésükhöz nehéz fémek kellenek, és az immunrendszer azért tartja vissza a gombákat, mert a nehéz fém az egy szervetlen anyaga az immunrendszer számára, nem tud vele mit kezdeni, és a gombákat és a különböző baktériumokat hívja segítségül, hogy szerves anyagot varázsoljanak a nehéz fémből. A vér elemzésnek az egyik lényege az, hogy élőbe látjuk az immunrendszerünket. Látjuk a fehér vérsejteket, egyáltalán meg tudjuk azt nézni, hogy rendben van-e a fehér vérsejt képződése, mennyi fehér vérsejt van, és milyen fajták a fehér vérsejtek, mi ellen aktívak jelen pillanatban. Tehát most megnézed azt, hogy ott van a fehér vérsejt, ugye, és akkor összefüggés az előző. Ott van egy kis ostoros, mit találtál pont? Egy kis Aspergillus flavus nevezett. Aspergillus flavus, és ott kukolja az immunsejt, igaz? Így és van, nem pusztítja el, már el tudná pusztítani, de nem teszi. Miért nem teszi? Azért, mert tudja, hogy a kadmium nagyobb ellenség a testnek most, mint ő, annak az élete, akinek ez hihetetlen zseniális a szervezet, tehát mi próbáljuk őt butának tartani, és látjuk egy ilyen szituációból is, hogy mit képes. Fantasztikus a szervezetünk. Na, egyébként itt nem álltatok meg, hanem még egy ellenőrzést csináltatok. Ugye én úgy mondtam, egy fejlesztett folkészülék, de ez nem ez volt, hanem mi volt ez? A vérellemzést kapcsoltuk egy irányított és ellenőrzött méregtelenítési állapot fölméréssel. Ez egy biorezonanciás készülék, ezt mondjuk el. Biorezonanciás készülék, ez dr. József Jonász, a Prágai Egyetem simán professzora. Simán németnek hallottam, olyan németes neve volt. Cseh találmány. 1999-ben találta fel ezt a méregtelenítési rendszert. Ennek az a lényege, hogy egy akupunktúrás ponton keresztül a vegetatív idegrendszerünket szólítja meg a szoftver. Ugyanez a folterápiának is ez volt az alapja. De viszont te csak egy bizonyos ponton lépsz be. Én egy pontot mérek a tenyéren. A szoftverben bioenergetikailag be vannak kódolva. Segítsünk egy kicsit a nézőnek, mert pont egy olyat láttunk, hogy te össze tudsz nézni, annélkül, hogy most bármiféle tablettáról beszélnénk, hogy mondjuk egy parazita írtó, arra neki szüksége van, vagy nincsen, és akkor a maga műszer kijelzi, hogy össze lehet-e mérni azzal az emberrel, vagy hogy kell. Igen, ez úgy működik, hogy én valakiben megtalálok egy parazitát, az be tudom azonosítani, hogy egy toxoplazma fertőzése van a jobb petefészkébe. És itt még nem állt meg a dolog, hanem rá tudom mérni, hogy a jobb petefészkébe található toxoplazma fertőzést milyen szerrel lehet kiszedni, és erre alkalmas ez a kis műszer, hogy a tégelyébe helyezve a megfelelő szereket, a megtalált problémára rá tudom mérni, hogy engedi kiszedni a szervezetünk, vagy nem. Tehát én a te vegetatív idegrendszeredet kérdezem meg, hogy kéri ezt a szert, vagy nem tud vele mit kezdeni. Tehát ugyanúgy működnek, mint a régi profi biorezonanciás készülékek, ahol a szubstanciát, úgy hívjuk őket, beteszik a hitelesítő, egyszerűen szólva, és megnézem, hogy ennek a hitelesített anyagnak van-e köze, össze tudunk-e rezonálni, tehát az én testemnek szüksége van-e arra a dologra, vagy nincsen. De egyébként ez, ha ma azt mondjuk, hogy a 21. század az információs gyógyításnak a tere, ugyanakkor a homeopátiát ma már egyre több orvos is elfogadja, és másodképzésben elvégzi a homeopátiás tanfolyamokat, akkor a biorezonancia már csak egy pillanat, hogy belépjünk, mert például megkértelek, hogy egy
speciális sort vizsgálja végig. És ez 2 perc alatt elvégezhető. Ugyanakkor, ha én ezt ki akarom tenyészteni, közegészségügy, el kéne rám költeni 500 000 forintot, hogy ezt az összes specifikus fajt, amit itt megmértünk 2 perc alatt, mennyire nyitott erre az evidenciákon alapuló orvostudomány, TB támogatottság? Az orvostudomány ennek a műszernek a mérési eredményeit megmosolyogja Magyarországon. Aha. A Prágai Egyetem azokat a mérőlapokat, amiket mi mérünk, azt ők beutalóként elfogadják, tehát teljesen hitelesnek tekintik azokat a mérési adatokat. Magyarországon sajnos az orvostársadalom az nem nagyon támogatja ezeket az alternatív gyógymódokat. Nekem az a tapasztalatom, hogy aki páciensek jönnek hozzám mérésre, egy olyan labor eredménnyel jönnek, amin maximum 1-2 csillagos eredmény van, és mégis van a háttérben nekik 4-5 problémájuk, amit éreznek. De a labor eredmények ezt nem tükrözik. A vérplazmában nagyon sok a kilomikron, tehát nagyon zsíros a vér. Egy pár perc után látszódik a vérplazmában maga a véralvadás, tehát a fibrinszálak kicsapódása látszódik, a fibrinszálak felelősek ugye a véralvadásunkért. Ha ez nagyon gyorsan bekövetkezik, magyarul sűrűsödik, kocsonyásodik a vér, akkor az a vér, ugye, és zsíros a vér, akkor a szűk érkeresztmetszeten magas vérnyomást okoz természetesen, és még arra is fel tudom hívni a páciens figyelmét, hogyha ezt az életmódot folytatja, akkor ez a sűrű vér és a fibrinszálak kicsapódása és olyan alakú elrendeződése, esetleg még egy trombózis veszélyt is rejt magában. Tehát azt mondod, hogy a magas vérnyomásnak, meg a koleszterin problémáknak egyik jele, hogy sokkal gyorsabban alvad a vére? És sűrűbb a vére, szó szerint a vér plazmája kocsonyásodik. Ezt itt tudom józan paraszti észre megfogalmazni. Okay. Viszont azt mondják, hogy a magas vérnyomásúaknak ugye általában vízháztartásukkal is probléma van, ezért van az, hogy ödémásodik az érfala, tehát folyamatosan jobban nem tud ellazulni, ellereszteni, és akkor jön még a stressz hozzá, ami miatt ez az egész dolog van. És te úgy látod ezt benne, hogy gyakorlatilag egy speciális alakzatot vesznek föl ilyenkor? Nem a vörös vértestek, hanem a véralvadás indul be. A véralvadás indul. Tehát kocsonyásodik a vér, szó szerint. Tehát akkor vérhígító kell. Hát majdnem. Hát például egyébként otthon készített kombucsa. Természetesen. Csak azért merem elmondani, mert a kombucsa kezdetében nagyon sokan támadtak, hogy akik vér alvadási problémába, tehát hogy nem képesek véralvadásra, azokat eltiltották a kombucsától, mert hogy nagyon hígítja a vért. Akkor itt van egy azonnali probléma, az emberek nagyon nagy részének az a legnagyobb gondja, hogy kocsonyásodik és sűrűsödik a vére, akkor hígítónak a kombucsát, az otthon készített kombucsát természetesen használják, tehát most is tanultunk valamit. Kedves nézőink, itt az adás vége felé, mert mi órákig tudnánk erről beszélgetni, azért a Caritas Alapítványnak egy felajánlását szeretném önökkel most megtenni, illetve majd elmondott természetesen, hogy itt a Viva Natura stúdiójában van egy kis helységünk, ahol mi ingyenes tanácsadást szoktunk minden hónap első csütörtökén tartani a Viva Natura kedvelőinek vagy támogatóinak, és a Caritas alapján fölajánlja most az első 10 jelentkezőnek, hogy egy egyeztetett időpontban itt a Fóti kis üzletünkben ingyenes mérést csinál. Milyen kategóriákban? Ingyenes mérést csinálunk, akkor az első 10 jelentkezőnek készséggel megcsináljuk a vérelemzését, egy sötétlátóteres mikroszkópos vérelemzését, a hölgyeknek egy kandida szűrést tudunk felajánlani, és a férfiakat pedig egy prostata szűrésre várjuk teljesen ingyenesen. Megmondom őszintén, hogy nagyon óvatosan merek én bármilyen dolog mellé állni, mert általában sokan elfogadják azokat a véleményeket, amit ezen a csatornán keresztül látnak. Én most a saját példámon keresztül láttam, hogy mit képes ez a véranalízis csinálni, az összetapadt vérlemezkéket követően egy megfelelő lugosítás, illetve folyadékbevitel kapcsán, hogy milyen módon változnak a vérlemezkék. Megláttam a kóros kis albérlőimet is, akik nem feltétlenül kell, hogy ott maradjanak. Azonnal kaptam rá egy megfelelő természetes módszert, hogy tudok tőlük megszabadulni, és valóban be tudnám mutatni én a kis nagy labor eredményemet, ahol egyetlen egy csillagot találtak csak a koleszterin szintem, a jó koleszterin szintem is nagyon... Hát azt láttuk a vérbe azt hogy is. Hogy nincsen egyszerűen. Kedves nézőink, önök a Viva Natura, Vivát Natura adását látták, az Egészségbefektető Klub korábbi adásait a www.vntv.hu weboldalán találják.
Köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket köszönöm, hogy itt lehettem.